A mai mórahalmi eseménynek a témája az ifjúsági garancia rendszer. Mit lehet erről tudni? Ez egy uniós forrásból megvalósuló támogatás. A GINOP 521 kódszó alatt fut ez a program. 2015 óta élő támogatási lehetőség. Az a legfontosabb, vagy talán a leginkább kihangsúlyozandó, ismertető jele ennek a programnak, hogy 25 év alatti fiatalok a célcsoportja. Tehát olyan álláskeresőket tudunk ebből a támogatási formából valamiféle pluszban részesíteni, akik fiatalok, 25 év alattiak. Egyéb iskolai végzettség, vagy lakóhelyhez kötöttség már nem kritérium. Nagyon fontosnak tartjuk, és azért is kezdtünk egy megyei roadshowba, mert a fiatalok az a célcsoport, ahol talán egyetlen nap is már sok ahhoz, hogy megtapasztalják az állástalanság, a munkanélküliség világát, tehát kiemelten kezeltük és kezeljük a jövőben is, hogy a lehetőségekhez képest a legalacsonyabbra csökkentsük a megyében a fiatal álláskeresők számát. Ez a program, ez a támogatási lehetőség többféle jogcímen tud támogatást adni. Legkedveltebb a bér- és járuléktámogatási formák, de képzéseket tudunk szervezni ilyen támogatási lehetőséggel, de a munkába járást, lakhatási támogatást, vagy az önálló vállalkozóvá válást is tudjuk ebből a forrásból támogatni. Ahogy említettem, 15-ben indult, és ugye a európai költségvetési ciklus végéig, 21-ig tart ez a program. Nagyságrendileg 7 milliárd forint van Csongrád megyéhez dedikálva ebben a programban. Évről évre körülbelül 1 milliárdot tudunk kihelyezni, és ez így van az idei esztendőben is. 2019-ben megyei szinten 1047 fő 25 év alatti álláskeresőnek tudunk támogatást nyújtani. Mi a tapasztalat? A munkáltatók keresik-e a fiatalokat, mint munkavállaló, vagy kicsit ockodnak tőlük esetleg, mert nincs még tapasztalatuk? Hogyan lehet őket is motiválni? Nem, nagyon keresik a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább keresik, hiszen szeretnének minden szempontból fiatalítani, én azt gondolom, illetve a fiataloknak még megvan az a képessége, hogy mondjuk az adott vállalkozás foglalkoztató a maga formájára, vagy a maga kívánságára, igényére formálja. De nem könnyű célcsoport. Egy érdekes statisztikai számot tudok mondani, minden évben felmérést csinálunk a végzős középiskolások szakmát tanulók körében, és az idei évben mindössze 17%-a volt a végzős diákoknak az, akinek nem volt már vagy konkrét állásajánlata, vagy ösztöndíja, vagy valamiféle munkáltatóval szerződése. Tehát mindössze 17%-a volt a végzős középiskolásoknak, aki azt mondta, hogy lehet, hogy bejön a járási hivatalokba állás után érdeklődni. Az összes többi már tudta, hogy hogy folytatja az életét, milyen munkája lesz a végzés után. Ha mégis úgy alakul, hogy regisztrált álláskeresőként próbálnak meg elhelyezkedni, akkor ők automatikusan részt tudnak venni ebben a programban, vagy nekik kell ezt jelezni, vagy megkeresik őket a foglalkoztatási osztályon dolgozók? Minden megoldás érdekel minket, és a foglalkoztatási osztály kollégái minden lehetőséget meg is ragadnak. Például a jelen rendezvényünk eredendően a foglalkoztatók figyelmét hívja föl, de természetesen, ahogy már említettem, már a képző intézményekben is ott vagyunk, és terelgetjük a fiatalokat, de természetesen várjuk a járási hivatalokba beérkező ügyfeleket is, akik állást keresnek. Tehát minden úton, minden lehetőséget próbálunk kihasználni, hogy egyrészt ez a támogatási lehetőség is eljusson mindenhova, és valóban minél több arra rászoruló és érdemes embert az információs csatornáinkba behúzzunk.